villamosevőnek szerepe a fenntartható fejlődésben, ha már először a fejlődésben meglátjuk, mennyi szerepe van, gondolhatjuk, hogy nélkülük nem itt tartanám az előadást, hanem lent és homokba rajzolni. Úgyhogy azért elég sok mindenben segített előre haladni. Manapság már interneten keresztül műtéteket is végeztek. Ez is ugye a villamos erőművek nélkül lehetetlenség lett volna. Na most a fenntartható fejlődésről ezt a meghatározást találtam. Ez még az a hétben megfogalmazták, hogy úgy kell fejlődni a jelenben, hogy a jövő generációt rontsuk el, vagyis az ő szükségleteinket. Hát többé-kevésbé manapság, és a régi generációról visszavetítve már nem teljesen jött be. Innen is látható ez a 2015-ös megint csak egy ilyen gyűlés, ugye, hogy 17 pontot összegyűjtöttek, hogy miben lehetne, hogyan lehetne a fenntartható fejlődést előrevinni. A villamos erőműnek ugye az a beletartozik, hogy tiszta, energiás, megengedhető pontnak az energiát, tehát elérhető áron legyen a többi. Megbízható legyen, mindenkinek elérhető, szegénység csökkentése is benne van ebben a tervben, és a megújuló energiákra fektetik a hangsúlyt, és felére szeretnék csökkenteni a költségeket, és duplára a hatékonyságot. Most már is előre ugrok, és tegnap mindenféle erőnyekről beszéltünk, úgyhogy most következnek kicsit nevezetesebben a nukleáris erőművek. Amikor az ember meghallja a nukleáris erőmű szót, akkor nagyjából ugye ez a két kép jut eszébe, tehát valami, vagy a múltból ugye valami katasztrófák, és akkor nem csoda, hogy a kistának áll, vagy hasonló. Bár ha meggondoljuk, ilyen is lehet, tehát környezete elég szép hangsúlyerő. És ez tiszta energia. Nagyjából nem ismernék már részletekben, mert mindenki tudja valószínűleg, hogy itt hogyan működik a transzakció. Az urániumnak sok izotópja van, 238-as a természetemnek található, és abban nagyon kis százalék, a 235-ös, ezért dusítani kell, stb. És az embereknek két dolog jut eszébe, ugye az imént említett katasztrófák, ami miatt veszélyes, és a második pedig a szennyeződés, a veszélyes hulladék. Hát vannak megoldások szerencsére. A 239-es uránium el tud nyerni, tehát a 238-as uránium elutasítás nélkül el tud nyerni proton, majd betabomlással neptuniummal, és majd pár nap múlva plutóniummal tud alakulni, és ezáltal még tovább lehet égetni, és lehet nyerni a reakciók során hatékonyságot is, és újra lehet hasznosítani az elégett kazettákat, ezért a legvégső állapotban, amikor földre kerülnek, már nem olyan veszélyes, sőt nagyon elenyésző a veszélyezettsége. Még van egy másik erőmű a szomszédos országban, Romániában, Csernobilban. Ez egy kanadai erőmű. Ők például dúsítás nélkül teszik bele a természetben megtalálható 238-as urániumot.
ugyanis olyan szerkezete van, hogy nem könnyű nyomott vízes, hanem nehéz vízes erőmű, és vízszintesen teszik bele a kazettákat, az uranium kazettákat, és akár a működés közben ki lehet cserélni, ezzel csökkentve a dúsítás költségei, plusz a kimaradás költségei, amit leállítás közben veszítenénk, mondjuk, mert az alatt nem termünk. Persze természetesen azt meg kell venni, hogy ez is az nagyon veszélyes, tehát nagyon meg kell figyelni, működés közben cserélgetni a kazettákat. Mondjuk szerencsére úgy van megoldva, hogy a moderátor rudak azok nem pattanhassanak ki, tehát az nem nyomás alatt van, de na. Ez is még egy megoldás, ami bizonyít arra, hogy nem veszélyes a fisszió sem. Manapság ugye terjedt a jövő három kérdése, a tórium szintén fissziós erőmű, csak ez egy 232-es tömegszámú elem. Ez az erőművekben uránium 233-asra dúsult, tehát egy elektron terje, és utána az bomlik. Ez ugyanúgy, mint a többi. Nem, tehát az emberek csak azért látják biztonságosnak, mert nem kell dúsítani, és nem áll fenn az a veszély, hogy esetleg valaki hadsereget használja. Tehát ezzel nem lehet bombát, nagyon veszélyes bombát csinálni. Én meg az is terjen róla, hogy ugye több van belőle, mint urániumból, ez is igaz, viszont a reálisan kibányászható mennyiséget tekintjük, akkor valahol nagyjából ugyanott van, de ettől függetlenül ez még egy jó opció, tekintve, hogy mindenki a régi rendszertől fél. Ez egy új, ezt még fel lehet adni. A következőben ugye persze a fúziós erőművek, amik még az érdekesebb lennének, csak kevés pénzt kapnak a kutatásra. Tehát szintén még a tóriumhoz elég sok terv van, tehát ez egy fejlődő dolog. Visszatérve a fúzió erőművekre, tehát ez egy olyan dolog, ami még csak elméletben létezik. Nagyon sok nehézsége van, például az, hogy a Földön spontán nem jön létre, és nagyon nagy energia szükséges arra, hogy energiát nyerjünk. Ugye az történik, hogy deutérium, tritium atommagokat összenyomunk hélium atommaggá, ez nagy energia szükséges, de a tömegkülönbségből, tehát a hélium az könnyebb, mint két hidrogén, és ez egy nagyon nagy energiát, 11,6 megelektronvolt energiát nyerünk összenyomáskor. Tegnap már elhangzott, hogy ez a módszer még lehet ellenőrizni, stb. De ez elvileg entrópia csökkentő módszer, ez lenne az egyetlen. Fontos az a úgynevezett Lawson kritérium, ahhoz, hogy fenntartható és energiát produkáló erőművet tudjunk létrehozni, szükségünk van a reakció időnek a lecsökkentésére, vagy a folyamat a nyomás fenntartására a plazmában. Remélhetően mindenki tudja, mi az a plazma, de ezt gyorsan elmondom, hogy a plazma az igazából olyan állapot, ugye, ahol már magasabb hőmérsékleten a részecskék
töltött állapotban rohannak külön, és itt is egy külön feltételre van szükség, hogy az plazmának lehessen ez, de tényleg nem megyek vele most a matematikába. Maradjunk a Lawson kritériumnál, mert az erőnyekről van szó. Kétféle, mint említettem, két módszer van. Az egyik megoldás az a mágneses összenyomása a plazmának. Ebben a, tulajdonképpen a reakció időt növeljük, fenntartjuk a keringést a kamrába. A másik pedig a lézerfúzió. Itt a sűrűséget növeljük meg a plazmának. Így néznek ki az első, a mágneses, az a mágneses fúzió. Ebben a reaktorban nagyon, nagyon kicsi, szinte légüres térben nagy feszültséget kapcsolnak, és ez a különböző mágnesek, ugye a töltött részecskék a Lorentz erő hatására elmozdulnak váltakozó mágnesecskében, és ezáltal keringeni kezdenek. Persze van még egy sebességvektor, ami egyfajta tehetetlenség, és ezért még külön tehát külön irányba kell változtatni a mágneses teret, hogy egy ilyen tehát ilyen spirál, egyszerre spirál és körforgásban mozogjanak a részecskék, és kritikus idővel elég nagy számú ütközésnél, ugye proton ütközésnél létrejön a fúzió. Ez ilyen projekt, ez a tokamak, úgynevezett tokamak, ezzel kísérleteznek, ez Franciaországban próbálják létrehozni. Ugye a Fukushima katasztrófa az még ezt is hátráltatta, ennek a megépítését, mert akkoriban annyira elterjedt ez a földrengés, és biztos tenni mindenki, hogy úgy kezelték ezt, mint egy fissziós erőművet, tehát az alapot ugyanúgy kellett megcsinálni, mint egy fissziós erőműnél, tehát olyan bomba biztos legyen. Nagyon fontos elmondani, hogy a fúziónál a legnagyobb veszély az történhet, hogy valaki, aki ott dolgozik, leesik a lépcsőn, és úgy van meg, tehát mert elég nagy. Tehát ez a kamrában ugye 6 méteres, 57 méter az egész tér, és még 30-40 méterre van mélyen a földbe. És itt, hogyha a reakciónál, vagy bárhol valami diviben csak annyi történik, hogy leáll a reakció, és hát áramszünet lesz, meg meg kell oldani. De semmilyen életveszély nincs, tehát annak ellenére, hogy bazi nagy energiák vannak a rendszerben, bármilyen kis instabilitás inkább a reakcióit veszélyeztetik, mint sem bárki mást közelben. A második módszer ugye ez a lézerfúzió lenne. Nagyon hamar csak annyit mondok erről, hogy ilyen kis kamrába, tehát felfüggesztenek egy 2 centi hosszú aranyhengert, így néz ki. Ebben egy deutérium tritium 2 mm átmérőjű kis jégdarabocskát tesznek, ugye? És két végén nagy energiájú lézerrel, nyalábokkal visznek be, amely fölhevíti ezt az aranyhengert, és röntgen sugárzással minden irányból összenyomja ezt a kis gömböcöt, és a nagy nyomás hatására a külső burok, tehát
a röntgensugarak hatására felhevül, és nyomja össze az alatta levő deuterium trícium keveréket, amely egy kritikus hőmérséklet után felszabadítja az energiát és teljesen elég. Itt az előbb ez egy hír volt a 2014 vége fele sikerült ezt a kút átlépni, tehát hogy a befektetett energiánál kicsivel többet hoztak ki. Ez egy kicsit szerény 1,04 kú volt. Hát ez még nagyon messze van attól, hogy 10 kú vagy 5 kú legyen, amit ugye fenntartható előrébe be tudnám tenni. De már nagyjából ott vagyunk, tehát itt az ábra, amit elmondtam, hogy a külső burok befele nyomja, és kritikus hőmérséklet után ez felrobban. Mi dolgoztunk pár elmélet idején Jeremy-vel, ez nem ez a konklúzió. A konklúzió az lenne, hogy a fissziós sejtek azok maradnak és nem fogunk szabadulni tőlük, ha csak nem csinálnak hülyeséget. Mert ezért elég fontos, Magyarország is, Románia is 37%-at ebből nyeri ki, és ez például Romániából van, a szén-dioxid kibocsátás, nem tudom, de 10 kilotonna per év, vagy nem tudom, valamilyen nagy szám tonnával per évre csökkenti le. És ha meggondoljuk, hogy például Romániában már az erőmű újra hasznosítja már benne az urániumot, akkor nem annyira veszélyes. És a tórium is el fog terjedni, mert hogy azt lehet eladni mostanában. És reménykedünk abban, hogy a fúziós kutatásokra több pénzt adunk, és az már egy tiszta, veszélymentes minden energiát. Hát nem minden, de energiát.